Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió csütörtök esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Idén tavasszal újjászületik a városi piac. Székely kaput kap Makó. Óriási botrány csapott a szegedi törvényszéken egy makói drogdíler. Bruttó 400 millió forintból újul meg a piac. A beruházás keretein belül számos téren korszerűsödik a létesítmény. A fejlesztéssel kapcsolatos kivitelezési szerződés aláírására tegnap délután került sor. Farkas Éva Erzsébet polgármester, a nyertes kivitelező oldaláról Bodrogi Ferenc, a Bodrogi Bau építőipari és szolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatója, az üzemeltető oldaláról pedig Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője írták alá a dokumentumot. A polgármester kiemelte, város történetileg és stratégiailag is igen fontos beruházásról van szó, amely több évtizedes lemaradást pótol. A fejlesztés sok helyi vállalkozót érint, 27 pavilonban jelenleg 22 vállalkozás működik, emellett 100 állandó szerződéssel rendelkező őstermelő értékesíti itt terményeit, de egyben a városi közösségi élet egyik fontos színtere is a piac. A makói modell működik, hiszen 30 év távlatából 20 év lemaradását, illetve elmaradását próbáljuk ezzel a beruházással tulajdonképpen megvalósítani. A makói városi piac a jelenlegi helyszínére 1987-ben költözött, 1997-től nagyobb fejlesztés tulajdonképpen nem történt, tehát 20 év elmaradását próbáljuk most ezzel a részben területi operatív program keretéből, pályázati úton nyert forrásból, illetve Makóváros önkormányzata az idei évi költségvetéséből jelentős forrást különített el annak tekintetében, hogy teljes körűen megújulhasson a piacnak a környezete. Kiemelte, fontosnak tartják, hogy a megújuló piac a makoveci környezethez igazodjon, azaz a Deák Ferenc utca tér rehabilitációjával összhangban kerüljön kialakításra. A fejlesztés bruttó 400 millió forintból fog megvalósulni, ebből 250 millió forintot topos pályázaton nyert a város, ehhez pedig mintegy 150 millió forint önrészt biztosítanak. A beruházás keretében teljesen megújul a tetőszerkezet és a zöld terület, megszépülnek a kőpadok, valamint közművesítési munkák is elvégzésre kerülnek. A kivitelezésre a Bodrogi Bau építőipari és szolgáltató Kft. Nyújtotta be a legkedvezőbb árajánlatot. Keressük annak a lehetőségét, hogy mi építsük azt, amit vállaltunk, és a piacnak is próbáljuk megtalálni azt az életteret, hogy akik ott eddig is árultak, hogy azoknak is a megfelelő lehetőségük megmaradjon arra, hogy végezzék a tevékenységüket. Ez egyébként a másik olyan kiemelt terület, hogy az építési tevékenységet meg a piac működését hogyan lehet összehangolni. Ez nagyon fontos, hogy erre megtaláljuk a jó választ, ami lehetővé teszi az építést, lehetővé teszi azt, hogy akik ott élnek, dolgoznak, árusítanak, hogy azok is megoldást találjanak erre a rövid időszakra, a problémájukra. Nagy Nándor, az üzemeltető Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, minden résztvevő oldal azon van, hogy a kivitelezési időszak minél gördülékenyebben folyjon, és a lehető legkisebb kellemetlenségekkel járjon mindenki számára. Így rövid határidőn belül modern, 21. századi körülmények között folyhat tovább az élet a városi piacon. A tervek szerint a munkálatokkal 2019. május 31-ig végeznek. Farkas Éva Erzsébet végezetül hozzátette, a helypénzek mértékében sem lesz emelkedés, a makói őstermelők a jövőben is mentesülnek ennek megfizetése alól. Új elemmel bővül a Csanádvezér téren található park. Az országzászló és a II. Világháborús emlékmű közötti részt egy székely kapu fogja színesíteni, melyet Erdélyben, Hargita megyében készítenek el. A székelykapuk eredetileg udvarházak bejáratai voltak, és minden esetben fából készültek. Díszelemeik között gyakran jelentek meg a szőlő, a tulipán és a napraforgó motívumok.
Ezek megfelelői szerint készül el Makó kapuja is. A tervekről dr. Hadik György önkormányzati képviselő számolt be a sajtónak, aki azt is elmondta, még 2016-ban indítványozta az együvé válás szimbólumának megvalósítását. A székely kapu, ami a Csanád vezértéren kap majd helyet, körülbelül 4 méter x 5 méter lesz, tölgyfából készül. Az egyik oldalánál egy székelymesternek a faragásai fogják eredeti székelykapu megjelenésben az egészet díszíteni. Ezt Antal Tibornak hívják ezt az embert, aki hargitai faragómester. Egy ilyen székelykapunak az elkészítése, kifaragása körülbelül egy éves munkája egy mesterembernek. A másik oldalára ennek a kapunak magyar népművészeti elemeket fognak elhelyezni a múzeumnak a munkatársai. Tehát lesz egy keleti oldal, nyugati oldal. Keleti oldal lesz a székely, nyugati oldal pedig a magyar motivumokkal díszített képékapu. A képviselő azt is kihangsúlyozta, a 2004-es szégyenteljes népszavazást követően, mikor a Gyurcsány kormány megtagadta a határon túli magyarokat, minden eszközt meg kell arra ragadni, hogy ezt jóvá tegyük. Makó egy nyitott város. Ennek megfelelően próbálkozunk azzal, hogy Makón szeretnénk különböző jelképekkel jelezni, fürdővárossá akarjuk alakítani. Szeretettel várjuk a külföldieket, szeretettel várjuk a székelyeket, szeretettel várjuk a Szerbiában élő magyarokat, sőt mindenkit, aki bennünket megtisztel azzal, hogy meglátogat. A kapu, az többször említettem, az az együvé tartozásnak, az egységnek a jelképe. A fafaragáshoz egy sétányt is terveznek kialakítani, így bárki átsétálhat majd alatta. Az önkormányzat saját forrásából és határon túli felajánlásokból készíteti el és helyezi majd ki a székelykaput. A teljes kivitelezési költség amakkora történő szállítás után realizálódik. Tegnap letartóztatták azt a makói drogdílert, aki korábban saját bevallása szerint szobaillatosítóként árulta a herbált éveken át a saját házában. Az ítélethirdetés nem ment simán. A gyanúsított óriási botrány csapott a szegedi törvényszéken. Minősíthetetlen hangon üvöltött az ügyésszel, énekelt, az arcát csapkodta, majd később már ököllel ütötte a fejét a bírósági tárgyalást követően a makói férfi. Feleségével 5 éven keresztül árultak herbát a saját házukban. Tevékenységükről egyébként a férfi annak idején még a Dél-Magyarországnak is nyilatkozott. Akkor azt mondta, folyamatosan figyelték a jogszabályváltozásokat. Olyan anyagokat szereztek be, amelyek épp nem minősültek drognak, így igyekeztek elkerülni a felelősségre vonást. Egyébként szobaillatosítóként árulták a szert. A férfi ennek kapcsán szabadkozott. Ha valaki nem erre használta, arról ő nem tehet. Végül mégiscsak megbuktak, a bíróságon is bemutatott kamerafelvételeken jól látszik, hogy a kuncsaftok kerékpárral érkeztek a házaspár házához, és az ablakon keresztül szolgálták ki őket. 2015-ben egyébként egy elkeseredett édesapa fordult a nyilvánossághoz, akinek a lánya folyamatosan használta a szert, és figyelmeztette a szülőket. Mindenki vigyázzon a gyermekére, mert újra piacon van Makón a herbál. A házaspár az eddigi tárgyalásokon egyébként nem jelent meg betegségre hivatkozva. Most viszont le is tartóztatták őket, ugyanis kiderült, egy tanút megvesztegetéssel akartak rávenni, hogy melléjük álljon. Az azonban jelentkezett a makói rendőrségen, a rendőrség pedig azonnal értesítette az ügyészséget. Megalapozottan feltehető, hogy a bizonyítási eljárást veszélyeztetnék, így különösen a büntetőeljárásban résztvevő vagy más személyeket megfélemlítenék, jogellenesen befolyásolnák, továbbá más módon erre tennének különböző ténykedéseket. A vádlott a botrányt egyébként valószínűsíthetően azért csinálta, hogy elmebetegségre hivatkozva elkerülje a felelősségre vonást. Ám a helyszínen tartózkodó orvos szakértő szerint a férfi épp elmélyű és így büntethető. A tárgyalást tanúk meghallgatásával folytatják.
A Marosparti városban élő Váradi Krisztina harmadik helyezést ért el súlylökésben a hétvégén megrendezett fedett pályás országos atlétikai bajnokságon. A sportoló számára nagy öröm volt a siker, azonban fő versenyszámában a diszkoszvetésben szeretne nemzetközi sikereket elérni. Váradi Krisztina már gyermekkora óta rendszeresen sportol, azonban komolyabban 2005 óta űzi a nehéz atlétikát, azon is belül a súlylökést és a diszkoszvetést, az utóbbi a fő versenyszáma. A közel másfél évtized alatt számos versenyen indult a sportoló. Az elmondása szerint a legbüszkébb a 2010-es ifjúsági olimpián megszerzett dobogós második helyezésére volt, még 16 évesen. Ma már a felnőtt mezőnyben indul, és az országos ranglista a harmadik helyezését sikerült megszereznie, azonban nemzetközi eredményeket is szeretne. U23 az a legutolsó, tehát 23 éves kor után kerülünk át ugye a felnőtt mezőnybe. Hát itt az a legnehezebb, hogy itt most per pillanat összekerültem Márton Anitával, tehát egy korcsoportban felnőttként versenyzünk, ami ugye 23 éves kortól 35 éves korig van, onnantól számít az ember már veteránnak. Úgyhogy nagyon-nagyon sokan vagyunk, ugye a felnőtt mezőnyben, így sokkal nehezebb teljesíteni, de próbálok helytállni. A sportoló megosztott a stábunkkal, hogy évente egyszer rendezik meg a felnőtt fedett pályás országos atlétikai bajnokságot, amelyre most hétvégén kerítettek sort. Erre Magyarország legjobb 12 súlylökője nyer meghívást, ahol egymás ellen versenyezhettek. A megmérettetésen Váradi Krisztina is indult, aki beszámolt az eredményéről. Súlylökésben tudtam ugye elindulni, itt harmadik helyezést szereztem, ami nekem most nagyon jó, mert sérülés után vagyok. Az eredményem is nagyon jó lett, mert ez a második legjobb fedett pályás eredményem. A 16. évben sikerült egy 2 centivel jobbat löknöm, tehát az is szinte sem ennyi. 14 méter 45 centivel zártam a dobogó harmadik fokán, és Márton Anita után, tehát azért ezt is ki kell hangsúlyozni, én örülök az eredményemnek, és innen szeretnék a nyári szezonra is épülni. Sajnos idén nem lesz nemzetközi verseny, amelyen bizonyíthat a sportoló, de a márciusban kezdődő barátságos mérkőzések jó felkészülést biztosítanak a jövő évi rangos megmérettetésekre. A makói óvoda Kálvin téri tagintézményében is nagy figyelmet szentelnek a tradíciók ápolásának. A farsangi időszakhoz kapcsolódóan a létesítmény dolgozói és a gyermekek kiszabáb égetéssel intettek búcsút a télnek. A farsang vízkeresztől egészen hanvazó szerdáig tart. Felmenőink ekkor tájt nagy lakomákat csaptak, zajos vigasságokon mulattak, valamint maskarás felvonulásokra is sort kerítettek. Számos létesítményben tartanak ilyenkor rendezvényeket a tavaszváró ünnep szellemében. Így volt ez tegnap a makói óvoda Kálvin téri tagintézményében is, ahol kiszabábot égettek. Gaudi Mártonné általános intézményvezető helyettes televíziónkkal megosztotta, hogy miért tartják fontosnak ezt az eseményt. Nemzeti alapprogramunk is előírja, és a saját pedagógiai programunk is hangsúlyozza a hagyományok őrzését. És egy ez olyan hagyomány, ami a gyerekekhez lehozható, közelhozható az ő korosztályokhoz. A kiszebábot, melynek elhamvadása a tűzben a tél, a hideg idő végét szimbolizálja. A tehetséggondozó program keretében készítették a gyerkőcök az óvoda pedagógusok segítségével. Kértünk egy kopott söprőt a karbantartó bácsitól, próbáltunk a népviselethez hasonló ruhát gyűjteni, háncsot gyűjtöttünk még hozzá, szalmát hoztunk hozzá, és madzagokat, kreppapírt is használtunk, kartonpapírt. Kicsit kellett a gyerekeket irányítani, segíteni, de utána lendületet kaptak, és utána nagyon örültek, amikor elkészült ez a kiszebáb. A farsang nagy népszerűségnek szokott örvendeni a csöpségek körében. Szűcs Dóra Zsófia, valamint Galgóczki Gréta is szívesen meséltek stábunknak arról, hogy mi minden történik még ebben az időszakban az oviban. Állarcokat szoktatok-e készíteni? Igen. És te miért készítettél legutóbb? Szívecskés, nyuszis és virágos. Balkácsot, sok busó alcot.
A tavasz eljövetelével majd a húsvéti ünnepekre hangulódnak az intézményben, valamint március 15-éről is megemlékeznek. Tavaly ősszel az Espersit házban az Alkotó honismerők című kiállításon már láthatta a közönség több művész alkotásai mellett a makói születésű Markos Anna képeit is. Szerdán pedig a fiatal fotográfusnak önálló tárlata nyílt a Hagymaház galériában, mely egy fekete-fehér világba kalauzolja el a látogatókat. Szergej Prokofjev Kismese című darabja is felcsendült, Csurgai Korinna Fuvola tanár, valamint Ádók Eliza, a makói magánzeneiskola növendékének tolmácsolásában a rendezvényen, ahol Markos Anna képeit Dobocki Zsolt fotóművész ajánlotta a nagy érdemű figyelmébe. Először valami kuszaságot vélünk felfedezni, nézzük meg újból. A kockakő, az óriáskagyló gyűrt könyvehöz hasonló pereme, a vízzel félig telt ladig, mind-mind a múltat idézik. Az angyal torzó figurája átvezet minket a temető elmúlás jelentő világába. De a temetőben sem csak az elmúlás van jelen. Feltűnik egy kis gyík, a sírokat bujanövényzet borítja, és mindezt az égbeszökő fák árnyékába. És persze, szimbolikusan mindenütt jelen van az ember. A többségében fekete-fehér fotóit bemutató Annától azt is megtudta stábunk, hogy a kiállítás miért a bolyongások címet kapta. Leginkább arról van szó, hogy én bolyongok és keresem az utamat jelen pillanatban, még a fotózásnak nagyon-nagyon a felszínét kapirgálom, ahhoz képest, hogy már második évet tanulok Szegeden OK-én is fotózást. Miért szeretsz ezzel foglalkozni? Önkifejezés valamilyen szinten meg embereknek megmutatni valamit, amit nem feltétlenül vennének észre. A fiatal lány és édesapja, Dömötör Mihály sokszor fotóznak együtt. Ugye a világ az színes. Miért fényképezünk fekete-fehérbe? Azért is fogadjuk el a fekete-fehér fényképeket, mert a fényképezés kezdetétől, 1839-től kezdve, 150 évig gyakorlatilag fekete-fehér volt a fotográfia, tehát belénk ívódott, hogy a fénykép az fekete-fehér. A színes technika még nem állt azon a színvonalon, mint manapság. És érdekes módon nagyon izgalmas, hogy valamit elveszünk a képből, a színeket, és mégis valami olyan töbletet nyerünk a fekete-fehér fotó által, hogy ez átírtabb lesz, absztraktabb lesz, sűrítettebb lesz és drámaibb lesz. A tárlat a nem trendi, nem selfie, nem happy mottót kapta. Azt, hogy miért esett erre a választás, az érdeklődők a kiállítást végigjárva, mely egészen március 9-éig várja a látogatókat, megtudhatják. Most pedig érkezzenek legfontosabb híreink, még egyszer röviden. Idén tavasszal újjászületik a városi piac. Székelykaput kap Makó. Óriási botrány csapott a szegedi törvényszéken egy makói drogdíler. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd 18 óra 16 perces kezdettel Társalgó című színes kulturális magazinunkat tekinthetik meg. 18 óra 45 perctől pedig Hegyi Barbarával az idei Páger gyűrű díjazottal láthatnak pódiumbeszélgetést. Kedves nézőink, ez volt a csütörtök esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!